Minden építkezésnek megvan a maga dinamikája. Mikor tervezünk, gondolkodunk, kutatjuk az épület történeti emlékeit, mérjük a házat, és nyilván programot elemzünk azokkal az emberekkel, akik majd az megújult épületet használni fogják. Abban a pillanatban, hogy elindul az építkezés, kicsit keményebb harc indul el, hiszen kezdjük látni, hogy mi mibe kerül. Maga a kivitelező cég is felméri a lehetőségeit, hosszú távon látja az egész folyamatot, és ugye egy fordított Gauss görbe, ahogy már mutattam korábban, van egy pont, amikor a szerkezetépítés idején már csak egy romot látunk, egy gyönyörű, igaz 30 évig fel nem újított épületből. Van az a bizonyos pont, és ezt a fenékpontot már elértük körülbelül egy fél évvel ezelőtt, amikor újra kezdenek kinyílni azok a megoldások, amiket végig gondoltunk, kitaláltunk és megvalósítunk. 5 hónap van hátra 2022. március 12-éig, amikor az Operaház gálamúsorral köszönti azokat az embereket, akik az építkezést segítették, támogatták, illetve mélyen benne voltak ebben a közel 4 éves folyamatban. Március 14-én Erkel Hunyadi László című operája hangzik el a falak között, és addig nem, hogy az épületet be kell fejeznünk, a próbaüzemeket is le kell folytatnunk, hiszen a színpaddal majdnem készen vagyunk. Hétről hétre óriási változások lesznek a házon, kövessék a műsort! Karzat lépcsőházban vagyunk. Ez az a lépcsőház, ami az utcaszintet kötötte össze a karzati szinttel. Ebből úgy tervezte az épületet, hogy a karzaton helyet foglaló közönség, illetve az arisztokrácia, akik ugye a Zsölye szinten, illetve a páholyokban ültek, ők egyáltalán nem találkozhattak. Ez a korban szokás volt, a többi operát is így alakították ki. Most viszont ez az a lépcsőház, ahol lehetőségünk nyílt lifteket kialakítani, ami ugye nagyon fontos ugye a mai korban, hogy minden szintet megközelítsünk. És mivel a lépcsőnek a szintjei nem kötöttek be az általános szintekre, ezért ugye a lépcsőt át kellett szerkeszteni olyan módon, hogy a vezérszintekre is mindenhová be lehessen közlekedni, és ez teszi lehetővé, hogy a felújítás után gyakorlatilag akadálymentesen is lehessen használni a szinteket, illetve hogy lépcsővel lehessen megközelíteni az összes szintet. Az átszerkesztés után arra törekedtünk, hogy a főlépcsőháznak a boltozati részei valahogy ugye visszaköszönjenek itt a lift körüli belső magban. A mintázatokról azt kell tudni, hogy a burkolatok már nem voltak eredetiek, hiszen 140 év alatt pont ennél a lépcsőnél amortizálódtak le legjobban a felületek, illetve megtaláltuk az archív terveket, amin viszont egyértelműen lehetett látni, hogy Ebbőlnek mi volt a célja ezzel a térrel. Ugye ez most egy menekülő lépcsőház, tehát tűzvédelmileg teljesíteni kell azokat a szempontokat, hogy nem éghető burkolatokat kellett beépítenünk, ezért a falon most látjuk ezt a gravírozott burkolat mintát. Ennek az a története, hogy az eredeti archív tervekről vettük le a mintát, és úgy szerkesztettük rá ugye erre az új lépcsőre, jelezve, hogy Ebből milyennek szerette volna látni ezt a lépcsőházat. És azáltal, hogy ugye egy ilyen gravírozott mintát látunk, ez több helyen szerkesztési el volt a házban, hogy ahol újonnan építünk be elemeket, ott ne egy az egybe tegyünk be eredetinek hit vagy gondolt elemeket, hanem jelezzük azt, hogy ugye ezt mi újonnan készítjük, tehát hogy érzékelhetővé váljon a látogató számára, hogy mi az, ami új, és mi az, ami régi. Ugyanakkor az új lépcsőház is olyan részletgazdag legyen, hogy az átmenet a főlépcsőházban egy ilyen harmonikus átmenetet képezzem. Főlépcsőháznak a szerkesztési elveit vettük figyelembe. Ugye Ebből mindenhol úgy szerkesztette a lépcsőket, hogy a padlón egy részletgazdag terazzó mintát látunk, vagy mozaik mintát, a falon architektonikus elemek pillérekkel, pilaszterekkel, és a boltozat az pedig egy díszítő festett szőnyeg motívum. Ezt az elvet ezt mi is alkalmaztuk, tehát itt az átmenet a főlépcsőből terazzóból fog itt
megérkezni. Mi is alkalmaztuk ezt a mintát, amit őként alkalmazott. Egy picit átírtuk, egyszerűsítettük azért, hogy lehessen látni, hogy mi az, amit mi teszünk hozzá. Tehát a hitelesség az mindig nagyon fontos szempont volt. A lépcsőknél is ez megjelenik. Ugyanabból a mészkőből készítjük a lépcsőket, amiből ő is a Philip Csőházban. A falon ugyanúgy megjelennek az architektonikus elemek, a pilaszterek, párkányok, fejezetek. Minden egy picit átírva, de nagyon figyeltünk arra, hogy minden szinten a megfelelő nálunk lévő pilaszter az harmonizáljon a kinti térben lévő fejezetekkel, hiszen ezt ő nagyon szigorú rendben szerkesztette. A boltozaton egy díszletelt felület jelenik meg, ami egy hasonló részletgazdagságot hivatott elérni. Az operaház három rétegű függöny kap a proszkéni nyílásba, kívül van a vasfüggöny, ami védelmet biztosít a nézőtér és a színpadon zajló esetleges baleseteknek az elhárításához. Amint fölmegy a vasfüggöny, meg fogjuk látni az úgynevezett fafüggönyt, ami egy festett, gyönyörű, a korabeli reneszánsz függönykultúrát visszaidéző festmény, és mögötte pedig a már gyártás alatt lévő angliai műhelyben készülő gyönyörűséges textil mintázat, kézzel vart függönyünk. Ennek a vasfüggönynek viszont a képét a díszletfestő műhelyben, az Eiffel Műhelyházban készítették a kollégák. El kell mondjam, hogy Csikós Attila barátom, a Operaház korabeli fődíszlet tervezője varázsolt el engem, még egész fiatalon, amikor ennek a háznak a felső díszletfestő műhelyébe járhattam, és láthattam ezeknek a fantasztikus szakembereknek a munkáját. A földre lefeszített hatalmas vásznakat állva, hosszú pálcával festik mindenütt a világon ezeket a díszleteket, és remélem, addig ezek a díszleteket kézzel festjük, addig az opera kultúra is élni fog. Ez a műhely képes volt megfesteni most Ybl Miklós eredeti rajzai szerint azt az allegorikus képet, ami a vasfüggönyön lehetett, vagy soha nem volt, de a tervek viszont rögzítik. Ennek a képnek az absztrakt változatát óarany háttérbe egyiptomi kék festéssel állították elő a műhely dolgozói több héten át nagy munkával. Az önök kedvéért újra kifeszítették ezt a vásznat, hogy megmutassák, milyen lesz az a pillanat, amikor bekerül a házba. Az opera nézőterétől indulunk. Akkor először van a kemény függöny, ami egy bársonyként lesz megfestve, de valójában egy ragasztott vászon egy kemény felületre. Ezt követi a vasfüggöny, ami ugye a tűzzáró függöny. Mi ezt készítettük el első lépésben. Ezt követi majd még egy festett függöny, aminek a belső részében egy fehér, könnyű anyag lesz. Ez hátra húzódik, mikor kilépnek a tapshoz a színészek. Ország Borbálával beszéltünk, ő egy kollégájával az eredeti függönytervekről készült vázlatokat kezdték tanulmányozni. Egy építészeti vázlat, egy tervként kaptuk meg ezt a Locz rajzot, egy Locz Károly rajzot, és igazából nem tudták mélységeiben feltárni, hogy ez milyen mitológiai jelenet akart lenni. Erről nincsenek dokumentumok, úgyhogy ettől el kellett rugaszkodnunk, hogy egy az egyben megvalósítsuk, mert ez egy nagyon pici vázlat, és erre a méretre felnagyítva értelmezhetetlen volt, vagy nekünk nagyon sokat kellett volna hozzátennünk, ami meg már a meghamisítása lett volna az eredeti rajznak. És ezért született ez az ötlet, Szobóki Gábor ötlete, hogy vigyük el egy olyan irányba, ami inkább egy absztrakt kép hatását idézi, és nem egy akadémista mitológiai jelenetet hozunk vissza ugye a vasfüggönyön. Mi Borbálától kaptunk egy olyan jellegű tervet, ahol 1:10-ben már szerepel a nagyítása ennek a rajznak. Ezt nekünk fel kellett nagyítanunk a saját méreteinkre, tehát a 14x13 méteresre. Mi ezt úgy csináljuk, hogy méteres kockákra osztjuk a vásznat, és ebbe rajzoljuk bele, amit picibe láttunk. Itt nagyon pontosak akartunk lenni, mert a nagyításnál nagyon pixeles lett a kép. Ezért ilyen furcsa torzulások is adódtak. Mi ezért kivetítettük, projektorral vetítettük föl erre a nátronpapírra az 1x1-es képeket. Majd van egy ilyen lyukasztó szerkezetünk, ahol így megpöttyözzük,
megcsiszoljuk a hátát a papírnak, és színnel átpatronáljuk a vászonra a mintát. Ezt utána ki kell húznunk ecsettel, egy vonalrajzot készítünk belőle, és utána tudunk tovább menni. Hogyha plasztikus dolgot festünk, akkor ugye kitöltjük a felületet. De itt megmaradt vonalrajzként, mivel ez egy ceruza vagy tollrajz volt eredetileg. Van ugye egy keretrésze, ami ismétlődő minta, és középpen pedig a mitológiai jelenet, amiről nem tudjuk pontosan, hogy micsoda, mert ezt ugye a restaurátor hölgynek se sikerült megfejtenie. Egy szárnyas figurát láttunk, és körülötte puttókat, egy kentaur felismerhető, egy hajó, mintha egy hajó orrát látnánk, és még jó néhány figurát, akiről nem tudjuk, hogy kicsoda. Készítettünk egy alapot, mondjuk, hogy ilyen vöröses, magyaros szín volt. Mi elkezdtük barnákkal, egy kicsit vörösekkel, narancsokkal, még festékkel színezni az aranyat, és ezek a rétegek kerültek egymásra nagy hengerekkel, ilyen pöttyös hengerrel, szőrös hengerrel, és ezek a rétegek színbe és felületbe is így összeadódnak, és akkor keletkezik ez a hatás. A székek alatti rácsok mind akusztikai, mind szellőzési szerepet visznek. Ahhoz, hogy egy ilyen rácsot legyártsunk, Jungfer Gyula is műhelyével kell újra konzultálnunk idézőjelbe, hiszen ők csinálták a teljes épületnek a díszítő rácsait a homlokzatokon és a belső terekben is. Egy újabb műhely munkáját ismerhetik most meg. Megbízást arra kaptuk, hogy az operaházban lévő friss levegőt, illetve hűtést, fűtést biztosító légtechnikai befúvó rendszernek a végponti elemeit vizsgáljuk fölül, és javasoljunk rá egy műszaki megoldást, ami műszaki színvonalában, illetve esztétikai nívójában is képviseli tulajdonképpen az operaháznak a színvonalát. És erre született meg tulajdonképpen egy ilyen öntött részből készült padlóbefúvó, amely sok műszaki újdonságot tartalmaz az előző 1984-es rekonstrukcióban szereplő műszaki megoldáshoz képest. Cserélték őket, tehát maga az eredeti meglévő befúvók, amelyek a zsője részen meg is fognak maradni, tartalmazzák azt a pecsétet, ami rajta van, hogy 1984-es felújítás során kerültek kicserélésre ezek a padlóbefúvó elemek. Ezek rézöntvények többé-kevésbé jó állapotban vannak, de hát ugye a 84-es kor színvonalát azért most már meghaladó műszaki megoldások is rendelkezésre állnak. A konkrét munka folyamat tulajdonképpen egy műszaki tervezéssel kezdődött, ahol megvizsgáltuk azt, hogy milyen a meglévő műszaki megoldás, ennek milyen hátrányosságai vannak. Ugye egy több mint 30 éves üzemeltetés során előjöttek olyan jellegű problémák, amelyeket most a rekonstrukció során orvosolni volt illendő, és itt egy új műszaki megoldást alkottunk meg, aminek a funkciója tulajdonképpen ugyanaz, mint az eredetinek, viszont sok tekintetben más attól. A meglévő eredeti műszaki megoldás az egy sima nagy keresztmetszetű taposó rács volt tulajdonképpen részből elkészítve, ahol kb. 50 köbméter per óra levegőt tudtunk bejuttatni a térbe, ez egy embernek a friss levegő ellátását biztosítja, ezek a székek alatt helyezkednek el, ugye a padlóba beépítve, és amit mi a meglévő zsője részen lévő befúvókhoz kiegészítésként adtunk, az egy úgynevezett szabályzó kosár, ami lehetővé teszi azt, hogy minden egyes ilyen befúvó elemet önállóan tudjunk légmennyiség szempontjából beszabályozni. Ugye a nagy nézőtéri részen pedig egy teljesen komplett új műszaki megoldás készült el, amely annyiban jobb, mint az eredeti műszaki megoldás, a 84-es, hogy egy réselt felületről van szó, axiális rések vannak a felületbe bedolgozva, beöntve tulajdonképpen. Ezek ugye a befújt levegőnek adnak egy perdületet, ami lehetővé teszi azt, hogy a befújt kis mennyiségű friss levegő jól összekeveredjen a helység levegőjével, ezzel egy jó átöblítést hozzunk létre, egy jó légkomfortot hozzunk létre, illetve egy húzatmentes áramlást tudjunk létrehozni a térben. Ami fontos még az, hogy két része van ennek a befúvónak, ha megfordítjuk, akkor látjuk. Van egy központi része, tulajdonképpen a levegő ezen a szivacs peremen keresztül áramlik be a befúvóba, és maga a friss levegő a befúvónak ezen a központi részén
lép ki, tehát csak egy bizonyos része, ez a központi kb. 200 mm átmérőjű mag része az, ami légtechnikai szempontból fontos. Ez a szélső része pedig le van ragasztva egy ilyen vászonszerű anyaggal, aminek az a funkciója, hogy a zenekari árokban lévő, tulajdonképpen van nyomókamrában, ahol a légtechnikai megtáplálása történik ezeknek az elemeknek, ugye a zenekari árokban lévő hangok bejutnak ebbe a nyomókamrába, és ez a felület pedig egy olyan speciális anyaggal van borítva, ami a levegőnek az átjutását meggátolja, viszont a hangoknak a bejutását tulajdonképpen lehetővé teszi. Ezért minden egyes ember tulajdonképpen saját széke alól kap egy zenei élményt, ami a nyomókamrából érkezik közvetlenül az ő széke alá. A tervezési folyamat az hosszabb volt, mint maga a gyártási folyamat. Maga a műszaki megoldásnak a megtalálása, tehát maguknak az anyagoknak a kiválasztása, akár ez a akusztikai áteresztő membránnak a kiválasztása, illetve tulajdonképpen újdonság volt az is, hogy ilyen nagy méretben nem készítettünk még ilyen részből öntött elemeket, tehát ennek a statikai funkcióját is meg kellett vizsgálni, illetve hát több olyan szempont is volt, amit az építészek, akár esztétikai, akár ez a beépített pecsétnek a kimunkálása, tehát sok olyan dolog volt, amit össze kellett rendezni ahhoz, hogy ez egy komplett termékké tudjon válni. Azt gondolom, hogy a századfordulós hangulatnak az elemei tulajdonképpen maguk az anyagminőség is egy nagyon fontos kritérium, tehát ezek az öntött rézelemek, ezek önmagában sugallnak egy olyan nívót, ami akár a korabeli hangulatot is vissza tudja hozni. Igazándiból nehézség az volt, hogy az esztétikai, illetve a műszaki dolgokat úgy tudjuk összerendezni, hogy az egy komplett műszaki megoldását tudjon válni egy megfelelő esztétikai nívó mellett. Ami nagyon-nagyon nagy különbség a mostani és a régi technika között, hogy régen tulajdonképpen műszaki ráérzésekkel és tapasztalatok mentén ment ez a tervezési folyamat, most pedig hát olyan technológiák állnak rendelkezésre, akár akusztikai méretező szoftverekkel, akár áramlás technikai szimulációkkal, véges elemes módszerekkel, amelyek messze meghaladják az a mérnöki tudást, ami akkor rendelkezésre állt, és hát nyilván nekünk kevesebb időnk van egy ilyen megoldásra, mint andó azoknak a mérnököknek volt, akik ezt kitalálták, mégis ezeknek az új technológiáknak a felhasználásával talán egy jobb műszaki megoldást tudunk adni a végére. Ismét a csilláról fogunk beszélni. Ez a heroikus munka, aminek a folyamatában már belepillanthattak, folytatódik egészen a nyitásig. Ez a hatalmas szerkezet ugye soha nem ment ki a házból, nincs az auditoriumon olyan méretű ajtó, hogy ezt a csillárt innen leszerelhettük volna. Viszont minden kiegészítő, minden kar, hiszen több száz égő kap majd ismét helyet ezen a lámpán, műhelybe került, és elemenként hozzuk vissza, hogy szereljük vissza a főszerkezetre. Három fő funkciót kap a csillár. Az egyik természetesen még az Ibil által látott klasszikus, gyönyörű neoreneszánsz csillár forma, úgynevezett tányéros forma, ami azt mutatja, hogy a szerkezetet alulról egy gyönyörű, aranyozott rézlemezzel borítjuk. Ezekbe a rácsokba olyan égőket is el tudunk helyezni, melyek a nézőtéren való mozgás segítik. De ami viszont a legérdekesebb, a tányér felső emeletein, több szinten pedig mennyezetre világító reflektorokat létesítünk. Ezek a reflektorok gondoskodnak majd a teljes Lotz freskó, a zene apoteózisa, a kiegészítő angyalok kara és a múzsák megvilágítására is. Ez a 18 óriási lámpatest el fog tűnni ezen az egyébként heroikus méretű csilláron. El kell még azt is mondjam, hosszú küzdelem után sikerült meggyőznöm azokat az embereket, akik nyilván a korszerűség pártján ledes világítást szerettek volna ezekbe a csillárokba elhelyezni. Sikerült egy olyan lengyel gyárral megállapodnunk, akik még a hagyományos Edisoni klasszikus égővel tudják ezt a csillárt ellátni. 5000 ilyen égőt tudtunk rendelni, tehát bőven évekre előre van tartalékvizónk, hogy ne kényszerüljünk arra, hogy a ledek hideg világát behozzuk ebbe a fantasztikus aranyozott térbe. Annyi minden történt, hogy nem is tudom, hogy hol kezdjem, de alapvetően azt gondolom, hogy a karoknak a beállítása, a karoknak a zsűrizése után a karokhoz szükséges alkatrészeknek a gyártása indult el. Így a fémnyomások, öntvények, esztergált alkatrészek, mert hogy a restaurálás javarésze, tehát a meglévő alkatrészeknek a felújítása, az már javarészt megtörtént. Ez a nagy hét nekünk a határidő szempontjából. Valójában két fő munkaterület lesz, vagy két fő tevékenység. Az egyik a díszítő elemeknek a fölrakása, ez a kevesebb probléma.
probléma, ezt megelőzi, illetve ezzel párhuzamosan kell történjen a betápvezetékeknek a csomópontjainak a megszerelése és előkészítése ahhoz, hogy a minden egyes karnak a bekötése az megtörténhessen. Egyenként ugye, amikor szereljük föl a karokat, akkor ezeknek ugye a vezetékeit össze kell kötni, megfelelő helyekre el kell vinni, hogy ne látszó helyeken közlekedjenek a vezetékek. És akkor emellett a harmadik dolog pedig a külső fényforrások, a nagy reflektoroknak az elhelyezése, szögbeállítása, amelyeknek az a szerepe, hogy a mennyezeten a különböző freskókat konkrétan szépen megvilágítsa egyenként. Ebből 16 darab ilyen nagy teljesítményű reflektor lesz, illetve bekerül cirka 160 darab pici apró LED, ami az alsó áttört öntvények résein keresztül fogja megvilágítani egy körfoltban a nézőteret. Egy biztos, hogy egy világító gyönyörű nagy csillár lesz a vége. A legutolsó része talán ennek a műveletnek a reflektoroknak a finom beállítása lesz. Gyanítom azt, hogy többször kell majd a csillárt leföl emelni, hogy lent beállítunk valamilyen pozíciót, és amikor az eredeti helyre fölemeljük a csillárt, akkor ha még nem teljesíti a kívánt célt, akkor ugye ismét le kell engedni, megint állítani rajta. Ugye ennek mi lesz pontosan a folyamata, azt majd meglátjuk. Valójában nem okozott számomra olyan léptékű vagy olyan méretű kihívást ez a munka, amire azt mondanám, hogy csodával határos, hogy egyáltalán meg tudtuk oldani. Tehát szakmailag igazából nem kihívás. A rendelkezésünkre álló élő munkaerőknek az irányítása, illetve beszerzése, ez ami igazából ma szerintem itt, de nem csak a mi területünkön, minden területen a legnagyobb feladat. Cirka 472 izzó fog bekerülni a csillárba a karoknak a világításaként. Ezen kívül 160 darab LED kerül be, illetve 18 darab nagy teljesítményű reflektor, ami a mennyezet különböző freskóit fogja megvilágítani. Azt tudjuk, hogy 300 darab fémnyomás készült, ami új fémnyomás, cirka 350 darab öntvény készült, cirka 500 darab esztergált alkatrész készült, tehát nagyjából ilyen léptékű alkatrész. És akkor nem soroltam a csavarokat természetesen, amelyek nem is a metrikusak, hanem az angol szabvány szerinti vitorkmenetek. Ezek azok a pici kis ledes fényforrások, amelyeket építési szándék szerint kell integrálnunk ebbe az öntvény, áttört öntvény mezőbe, és az öntvények közötti rések lettek kijelölve arra, hogy ott jöjjenek ki majd a pici kis fénysugarak, amelyek a nézőteret világítják majd meg meghatározott szögbe. Azért is ilyen flexibilisek, van egy vállalkozó, akinek a társága ezt megtervezte, illetve kifejlesztette, nekünk pedig abban van szerepünk, hogy velük karöltve, épp úgy, mint bármely más szakmával, villanyszerelőkkel, akik a betápokat csinálják, az építészekkel, a műemlékesekkel, az örökségvédelmi szakemberekkel, építésvezetőkkel, mindenkivel a legmagasabb szintű együttműködés keretében próbáljuk megvalósítani, hogy ez így szépen egybe kerüljön, és minden szakma meg tudja csinálni azt, amire szüksége van, időben, térben, illetve a témáját illetően. Kicsit a belső építészethez tudnám hasonlítani, adott egy tér, egy lakás, és ebbe a lakásba, vagy abba a szobába be kell rakni olyan bútorokat, amiket hoznak a különböző szakmák, a fémes, vagy az asztalos, vagy a nem tudom, ki tuda. Annak a mérete azoknak a bútoroknak olyan, amilyen, mert el van döntve, hogy ez a bútor kell abba. A mi dolgunk az, hogy ezt úgy integráljuk, hogy el is férjen, a csillár látványát ne zavarja meg, tehát nem lóghat ki a csillár testből, illetve hát funkcionálisan pedig ellássa azt a szerepét, amit várnak tőle. Az a pár száz ember, aki most ezeket a részleteket legyártja, elhelyezi, műhely munkával idejön, és minden rajzot, ahogy azt elképzeltük, megvalósít, ezzel tulajdonképpen összeáll újra az a felfoghatatlanul gyönyörű összkép, amit valószínűleg 1884-ben láthattak az emberek. Kétségtelen, mi is be tudjuk bizonyítani, hogy ez a számtalan szakmunka, ami most a házon zajlik, a festéstől, a kovácsolt vasakig, a famunkákig, mind-mind egyetlen egy gyönyörű szellemi egységbe rendeződnek össze. No, ez a mi Ybl Miklósunk főműve.